Én egy jó pásztorként indultam el az életbe. Feleségem itt van, lehet, hogy most megharagszik rám. Én a szocializmus mostoha gyereke voltam, és ezért ilyen a gondolkozásom. Tehát én nehéz idők embereként csatlakozva a bevezetésre nőttem föl, tehát akkor talán ezért én jó ember vagyok. Na most egy olyan témát hoztam én, ami látensen szerintem mindenkit érint. És ennek a jéghegy csúcsait már látjuk. Tehát az állatoknál már nagyon látjuk. Csak valamiért a csirkével foglalkozó állatorvos az nem beszél a sertéssel foglalkozó állatorvossal, mert a Ranting-Stunting szindróma a csirkénél ugyanaz, mint a PFTL szindróma a malacoknál, és hát az állatorvosok még nem beszélnek a humán orvosokkal, pedig hát gyakorlatilag ugyanaz a helyzet, mert most már vannak mitokondriális beteg gyerekek, hogy klinikai körülmények között se lehet őket életbe tartani. És hogy mindenkit valamilyen szinten ér, hát sajnos ez így van, mert fáradt vagyok, a kognitív képességeim is romlanak, meg ugye a kettes típusú cukorbetegség, meg sorolhatnám a dolgokat, tehát így végig fogunk rajta menni. Tehát ugye óriási a téma, mert ugye azt szoktam mondani, hogy a policisztás petefészket, ezt a nőgyógyász nem fogja megoldani. Azért, mert a megoldás kulcsa nem a medicinában van, a megoldás kulcsa az agráriumban van. Erről is tudnék beszélni. Tehát nagyon-nagyon sok olyan téma van, amire ez az idő nagyon kevés például. Csak fölvillantani tudom, de mondjuk 7 órás anyagot tettem föl a saját YouTube csatornámra a génmódosított növényekről. 7 óra. 350 PowerPoint-os dia, az 170 óra megcsinálni. Minimum 2-szer fölmondom, ugye 7 óra, az 14 óra. Dolgoztam rajta, de végül is református emberként ugye az apám az azt mondta, hogy megyek szolgálni, tehát nekünk a munka az a szolgálat. Na, akkor most is szolgálok egy kicsit. Ugye Ellen Archibald, ez egy kiváló orvos, aki az Edinburgh-i Egyetemen állatorvosokat és orvosokat is tanít. Érdekes módon ugye egy egyetemen tanítják őket, ez egy nagyon jó dolog. És ugye ő mondta, hogy minden esetben a sertés adja a legjobb megoldást, tehát minden kísérlet, amit az ember érdekében végeznek, az a sertés mutatja a legjobban. Na most itt van egy mondat, hogy a tudománynak mi lenne a célja. Hát nyilvánvalóan az emberi egészségnek a szolgálata, vagy a föld élőlényének szolgálata, és a tudomány egy komoly feladatáról elfeledkezik. Ha mi beleavatkozunk valamilyen szinten, mélyen a természetnek a rendjébe, akkor kövessük már le, hogy amit csinálunk, az valóban jó-e. Ez a feedback, ugye, ezzel nem foglalkoznak. Tehát én szembesítem ezekkel a dolgokkal. Szeretném nagyon személyesíteni az előadást, és itt ugye akkor kevesebbre jutunk, de hát tulajdonképpen Béki László természetgyógyász idéző, ugye letértünk a teremtés útjáról, ugye nem merjük, vagy nem akarjuk bevallani, és ugye hát hamis prófétákat követünk, és ezek a proféták, ezek gyakorlatilag, ezek a globális takarmányipar, élelmiszeripar, vegyipar emberei, akik most tanítják a tudósokat, engem nem ők tanítottak. Ugye Jakab István mondta nekem, hogy Karcsi, neked nem tanult, neked tapasztalt tudásod van. Na ezt akkor megosztjuk itt. Ugye amikor természetgyógyász körökben beszélek itt, hogy a malacokról, akkor fú, hát aztán büdösek is, meg hát azok olyan aranyosak, olyan intelligensek, hihetetlen. Annyit tanultam tőlük, hogy el sem tudják képzelni, hogyha most hozzám jön egy ember, magas a vérnyomásom, van esetleg aranyért problémája? Hát van. Hát honnan tudom? Hát az emberek 50%-ának vagy volt, vagy lesz, Amerikában ez már 70%. Ugye a proktológus foglalkozik vele, az csak derékon alul. De a derékon fölül van a megoldás, mert a májban van a megoldás, mert a portális keringéssel rászorít a máj sejt, ami folyamatosan valami úgymond heveny mágyuladást csinál, beszűkül a máj kapu, a portális keringésén nem tud arra menni a vér, és akkor merre? Kiépíti az ereket merre? Hát mert neki van esze, a szoftver az jó, a végbélbe ez a belső aranyér,
Na most, amikor azt megműtik, akkor megy majd a nyelőcső felé. A nyelőcsőnél, ha felé megy, azt meg úgy hívják, hogy oesophagus varix ruptura, tehát gyakorlatilag nyelőcső véna repedés, az azonnali halál. Tehát gyakorlatilag arra nincsen tabletta, rendbe tesszük a májadat, elmúlik, nem kell műteni, elmúlik az aranyér, és akkor nem lesz magas vérnyomásod, mert mechanikai ok miatt van magas vérnyomás. Tehát ezeket tanultam én a sertéstől, mert annak idején fölneveltem 300 ezer darab sertést, egynek se volt belső aranyere, tehát végbél erőesése. Aztán utána, amikor a lizint bevezettük a takarmányba, gyakorlatilag az állományoknak 6-7%-ának kijön a végbele. Azért, mert a lizin nem szívódik föl, kadaverin lesz belőle, az hullaméreg, ugye ez a lizinre jellemző biogén amin, az tönkre teszi a máját, pont bezárva. Tanultam a sertéstől? Igen. Nagyon fontos dolgokat lehet tanulni, akár az immunrendszerről is. Na, mik azok a xenobiotikumok? Azok az idegen anyagok, amelyek gyakorlatilag a természetben nem fordulnak elő. Nagyon sok ilyen van, de mondjuk a legnagyobb, az körülbelül 1 millió 500 ezer tonna per év glifozát, amit a génmódosított növényektől, vagy növények miatt, tehát szebbet, többet, jobbat, növénynemesítés, hát én kisgyerekként növénynemesítő akartam lenni, mert kiváló növénynemesítők voltak, hát ezek nem, ezek a sátánnak az emberei. Bocsánatot kérek, hogy 450 millió hektáron lehessen egy totális gyomirtószert, egy glicin analóg molekulát használni, ami nincs a Földön, és gyakorlatilag ez be fog lépni a legegyszerűbb aminosavnak a helyére. Tehát hol jártatok ti iskolába? Hol? Ezek az akadémikusok hol jártak iskolába? És ki sem megy a sertéstelepre megnézni, hogy mit csináltál az állattal. Volt, aki kiment, Isten nyugosztalja, Kovács József professzor volt, a Szegedi, ugye bocsánat, a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemnek tanszékvezető professzora, kiváló sertéstenyésztő, ugye minden reggel felhúzta a gumicsizmát, mert amúgy szerette az édeskés disznószarnak, már bocsánat, az illatát, és akkor kiment, meg ott volt, gyönyörű tenyészetet csinált, ő azt mondta, hogy bocsánatot kérek, aki nem szagolta, nem taposta, az ne pofázzon. Na most, hát én szagoltam is, tapostam is, és a másik kiváló állattenyésztő professzor Balátom kisbéri lovat bírált, és akkor mondja, Karcsi, gyere ide, nem megyek, bíráld a lovat. Ugye ez professzor vagyok, tudok kétfelé figyelni. Hát mondom, komám, nem mondom a nevét, csak a nők tudnak. Na, gyere ide, oda megyek. Szóval mi van, tévésztár? Hát mondom, azért jöttem ide, hogy most akkor belém csípjél. Azt mondja, nem az vagy, az vagyok. Azt kérdezte tőlem, hogy nem bántanak-e még? Hát mondom, nem. Azt mondja, végülis megértem, hogy miért nem bántanak. Nem mondom, miért? Azért, mert meg tudod magadat védeni. És akkor mondja nekem, hogy honnan van a tudás? Hát amikor a sertéstelepen valamit találtam, problémát, akkor addig mentem, míg meg nem találtam. Én is 15 évig hittem ezeknek tehát globális vállalatok által tanított tudósoknak, és rájöttem, hogy nem piros pontokat kell adni itt a malacoknak, hanem a fekete pontokból kell törölni. Na, ugye hát valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, Jakab ötödik levele. Ugye nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Hát én most imádkozok itt önökkel együtt, hogy meggyógyuljunk. Hozzáteszem, hogy a mi korosztályunkat, ugye nem feltétlenül önöket, mert önök azért másképpen gondolkodnak, meg én is, a mi korosztályunknak óriási felelőssége van, tehát minden idők legtöbb kártékony beavatkozását a Föld ellen ez a generáció tette meg. Tehát ezért majd mi számolni fogunk, mert számolni fogunk ezért. Na, hogy miről beszélgetek itt egyfolytában? Tehát ugye a mitokondrium az a erőmű a sejtbe. Na most a gyorsan szaporodó szövetekben van nagyon sok erőmű, mert ott ki kell szolgálni, és van egy másik nagyon fontos helye a mitokondriumoknak, ez pedig az agy. Tehát ugye önök találkoztak itt velem, és akkor még hét múlva fognak emlékezni rám, hogy itt beszélt egy malacos, így mondta valaki ott kint, hogy a malacos ember. Jó, hát akkor az vagyok. Na most egy kicsivel több azért. Na most azért, mert a fehérjék beépülnek az agyba, és akkor az én
mondataimat is vissza tudják majd idézni, de ez a saját testünknek csak a 2%-át foglalja le energiába. Viszont az, hogy az információ áramoljon az agyba, az 23%. Tehát gyakorlatilag a kognitív képességeknek a romlása minden esetben mitokondriális probléma. Tehát ugye ez a NAD, ez a nikotinsav, amid, adenin, dinukleotid, hogy belemegyünk egy kicsit a biokémiába azért, hogy ne a piaci meg a kocsmai szinten maradjunk, hogy hát már vannak itt olyan anyagok, amik elrontják. Persze, hogy ne lennék, de mik? Mondd már el, komám, hogy mik, mert eddig csak... Na most ugye gyakorlatilag ez a mitokondrium, és ha megnézzük a mitokondriumot, hogy gyakorlatilag ugye a cukor lebontásának, a szőlőcukor lebontásának két szakasza van. Ugye egyik a glikolízis, amikor tejsav lesz. Tehát a 6 szénatomszából lesz 2 tejsav, vagy piros szőlősav, teljesen mindegy. Ott 2 ATP képződik, tehát 2 durocell elem képződik, az az energia. Ugye gyakorlatilag oda nem kell oxigén. És mikor belép ugye a Szentgyörgyi Krebs ciklusba, ugye a Szentgyörgyi Albert 37-ben az első 3 lépést ő írta le, ott pedig képződik nem 2 ATP, hanem 36, 18-szor több, oda kell oxigén. Na most onnan, hogy mi szedi le az energiát, az gyakorlatilag itt van a citrátkör, ugye abban ott vannak a NAD molekulák, azok szedik le a hidrogént. És ez a hidrogén fog majd elmenni ugye a nanomotorokhoz egy érdekes folyamat révén, és az hajtja meg a nanomotorokat. Tehát az a lényeg, hogy ebben a Szentgyörgyi Krebs ciklusban 36, tehát 18-szor több képződik. Tulajdonképpen ez az úgynevezett kinurenin útvonal, ezt a legelvetemültebb biokémikusok ismerik csak. Tehát ha most föltettem a kérdést, van-e itt orvos, és akkor tudja, mi a kinurenin útvonal? Nem biztos, hogy tudta volna. Legfeljebb van itt egy barátom, ő, aki elég mélyen közelíti a dolgokat, aki szintén orvos. Na most következő a helyzet. Tehát gyakorlatilag, ugye a triptofán, szedem a triptofánt, mert nagyon fontos nekem a szerotonin, úha, hát nem kell szedni a triptofánt, mert annyi triptofánod van, ami a szerotonin képződésére kell, mert ugye a szerotonin képződésére a triptofán 1%-a fordítódik csak, ugye 5% a fehérje szintézésre, és a maradék 94% az pedig a NAD-nak a képződésre. Erre a hordozó molekulának a képződésére, és ennek a képződésében van baj, tehát gyakorlatilag a Szentgyörgyi Krebs-féle ciklus, a mitokondrium azért nem működik, mert nincsen szállító molekula, mert az a kinurenin útvonal mentén képződik meg, és a kinurenin útvonalnak van egy problémája. Az én 2 vesszőparipám. Az egyik az, hogy nitrogénmonoxid hiány van a szervezetben, ez a lizin szabad aminósavként, amit adnak, létrehozza a lizin-arginin antagonizmus, lokális arginin hiány van a szervezetben, és a kinurenin útvonal az nem működik, mert nitrogénmonoxid függő az első, az indolamid deoxigenáz enzim, és ráadásul ugye citokrom P450 enzim, azok pedig csinálnak ott érdekes dolgokat, ez pedig a glifozát akadályozza a működését, mert tele van glicin molekulával, és hogy miért van a kislánynak policisztás petefészke, pont ezért van, azért, mert az is egy citokrom P450 enzim, ami átalakítja a tesztoszteront ösztrogénné. Na, tehát ez az alap enzim, ez 2400-500 féle ilyen enzimünk van, ezek ilyen funkciós csoportokat tesznek rá, meg vesznek le. Azt szoktam, hogy elment vadászni, meglőtte, hazavitte, megsütötte, kicsi meg megette. Mindenkinek meg kell csinálni a dolgát, tehát egy sejtben egy másodperc alatt 20 millió biokémiai folyamat játszódik le. Egy sejt, egy másodperc. És ez az enzimrendszer gátolt, ami ugye funkciós csoportokat tesz rá, meg vesz le. Ott van egy koca bőr, vagy egy kocának a marja, ez bőrpellagra. Innen indult az egész történet, hogy ezelőtt 30 évvel nem volt bőrpellagrás koca, és egyszer csak mindenhol lett, mindenhol. Én ezt láttam egy telepen, utána láttam 300 sejtés telepen, és akkor menjünk utána. Ez a triptofán anyagcsere probléma, és tulajdonképpen a bőr, mint gyorsan szaporodó sejtek tömege, nagyon nagy a mitokondriális energiatermelés a bőrben, és hát akinek vannak bőrproblémái, ott érdekes történetek vannak. Minden kocának habzik a szája. És mikor az saját szakma, esztétikai probléma. Igen, neked. Nekem nem. Gyakorlatilag a májban nem működik a karbamid ciklus,
az egy energiaigényes folyamat, ráadásul arginin is benne van ebbe a ciklusba, mert ugye a karbamid az nem toxikus a vérben, de az ammónia, ami a fehérje emésztés során képződik, tehát ez az endogén, tehát nem az istálló ammónia, levegő ammóniája, tehát gyakorlatilag azt a ciklus fölveszi, átalakítja, és rendben van. Igen ám, csak ő nem tudja átalakítani, mert mitokondriális probléma miatt, meg az arginin hiány miatt nem működik egyszer. Minden kocának habzik a szája. Nem tudom, a világban hány millió koca van, meg lehet csatszolni, most nem akarom. Mindegyiknek. Egy adott időben nem, de amikor jelölgettük a kocákat, akkor látszott, hogy amelyiknek most nem, 6 óra múlva igen. Esztétikai probléma, azt mondta a takarmányipar. Igen ám, csak hogy ezeknek méhen belül korlátozott növekedési magzatjai lesznek, és az embereknél és kereseiknek rá intrauterine growth retardation, és Szabó János professzor úr, barátom, aki Isten nyugosztalja, a Szegedi Egyetemnek szülésznőgyógyász professzor, a Genetikai Intézet alapítója, amikor ő meglátta, hogy milyen malacok születnek az én előadásomat, akkor gyere rögtön, tartsa nekünk az orvosoknak, meg a szülésznőknek, meg a tiszti orvosoknak előadást, és akkor ott egy nagyon nagy kórháznak a szülésznőgyógyász professzor azt mondta, hogy milyen hívő katolikus ember vagyok, nem tudom, miért születnek ilyen gyerekek, és nem tudom, mit kéne velük kezdeni, és te jössz, hát ilyen mentális problémát okoz, hogy hát végzett orvos vagyok, meg már 65 éves volt akkor, és nem tudok velük mit kezdeni. És te meg jössz, kinyitod a könyvet, hogy ez a probléma. Mert ha a Békés megyei nem tudatosan táplálkozó fiatalasszony elmegy a Tesco-ba, vesz két chipset minden nap és megeszi, akkor tuti, hogy méhen belül korlátozott növekedési magzat születik, mert az arginin hiány miatt gyakorlatilag nem épülnek ki a vérerek a placentába, meg kialakul a várandós kori magas vérnyomás. Ez mind-mind a lizin-arginin antagonizmus miatt van. És innentől kezdve van nekem gondom, mert Harold Harper, ez a Kalifornia Orvostudományi Egyetemnek a biokémia professzora, akinek a biokémia tankönyve 32 kiadást élt meg a világ 12 nyelvén, ő leírta a lizin-argin antagonizmust. Ezek a mai tudósok, egyet eligazítottam rendesen, hogy mekkora felelősséged van, de várnak benneteket, mert szabad aminósavon föl lehet nevelni a malacokat. Nem lehet. Mit adnak a gyereknek? Mit adnak a bélbeteg embernek? Szabad aminósavat. Én ezt vállalom bárkivel, de senki nem mert még hozzám szólni, hogy ez a lizin-argin antagonizmus létezik. Létezik. Meg kell számtalan, csak nincs idő elmondani. Tehát ez a Krebs bicycle érdekes módon Szentgyörgyi Krebs-széle nem, ciklus nem jól működik, akkor karbamid ciklus sem, mert ezek olyanok, mint a biciklinek a két kereke, mindig egy irányba forog, mindig azonos sebességgel. Egyik gátolt, másik gátolt. Minden esetben gyorsan szaporodó, például bélnyálkahártya sejtek. Hát a bél hámsejtekkel van óriási probléma, igaz? Mikor lesz egy sejt daganatos? Warburg effektus? Ha elveszíti, vagy ha nem működik a mitokondriuma. Bőrgyulladás, hasmenés, elmebaj, ez a 4D-s betegség. Ennek van egy nagyon Goldberger József, magyar származású orvos, aki New York tiszti orvosa volt, keresenek rá, nagyon érdekes történet, vagy micsoda tudás volt már akkor. Na most ez a Rantink-Stantink szindróma, egykorú csirkék, az egyik az nem nő meg, azért mert majd mutatom, hogy néz ki a bélnyálkahártya, ezek a helikopteres tollas, mert a toll is gyorsan szaporodna, nem tud szabályosan szaporodni, és gyakorlatilag itt a Lübenkün kripta az az őssejt, ahol képződnek a bélhámsejtek. Annyi embernek van főszívódási probléma, hogy hihetetlen. De természetgyógyászként én tudom, mit kell csinálni. Nem piros pontot, a fekete pontokból kell törölni, majd elmondom, hogy mi hogyan törőjük ez. Na most ezeket nem tudom, mert nem állattenyésztőnek készülnek önök, de ugyanaz a malacoknak a PFTS szindrómája. Egy nagyon fontos dolog, hogy szeretnének találni rá valami gyógyszert, valami piros pontot, egy tablettát találjunk már rá, az bekapja a csirka, azt elmúlik. Nincs ilyen. Na most milyen nincsen? Azért, mert például ugye SPF telepeken, tehát magas állategési státuszú telepeken is előfordul. Sőt, notobiont a malacoknál is előfordul. Ez azt jelenti, hogy császármetszéssel veszik el anyucitól, mesterségesen táplálják. Tehát semmilyen
ágenssel nem találkozik, és mégis. Aztán bizonyos takarmányozási változtatások, azok hoznak eredményt, én tudom, hogy melyek azok, akár embernél is. És akkor csecsemőmirigy sorvadással születik meg. A kismalacot már naponta háromszor, négyszer valamilyen macerájuk. Ezt, azt, amaszt. Mindent kell neki ma adni. Én azt mondtam, semmit nem kell adni, kérem szépen. Semmit. Egy épp működő csecsemőmirigy kéne, csak a kocában a lizin-argéni antagonizmus miatt ez nem alakul ki. Korszövet, ezt nem én mondom, a tudósok mondják, akik, tehát nagyon jó barátaim vannak egyébként, korszövet tanos, aki azt mondja, hogy az egy másik dolog, egy nagy gyógyszergyárnak dolgozik, de azt mondja, Karcsi, nincs épp más sejtje a malacnak. Hát amikor szabad aminósabb van a tej, a biotej tápszerbe, csecsemőnek se lesz. Hát hol vagytok? Hát mit olvastok ti? Kölcsei azt mondta, hogy rövid az élet, túl sok a könyv, meg kell válogatni, hogy mit olvasunk. Mindegyiket nem tudok elolvasni. Én más szoktam olvasni, de valószínűleg ezzel a tudással nem lennék akadémikus. Gyomorbélnyálkahártya, vírusatrófia, témuszatrófia, tehát máj vese elfajulás, tehát amit mondott ez az állatorvos barátom, bár mondhatnám a nevét is, mert ezek azért vállalnak engem is, meg egymást is vállaljuk. Ezek autista malacok egyébként, ezek PFTS szindrómás malacok, ezek elbutulva, nem tudja megtanulni, hogy ott az itató, ott az etető, oda megyünk kakilni, ott meg nem fújja a húzat, és oda fekszünk. Ezt nem tudja megtanulni. És holott viszont, aki állattenyésztő, az tudja, vagy állatai vannak, hogy hihetetlen dolgok, az, mi mindenre képesek az állatok. Napos állat. Nyilvánvalóan ez egy nagyon ősi tudás bennük, ami el van téve. Hát a mangalica az a nagy szőrbe hol találja meg a bimbót? Hát nagyon egyszerű, a kismalacnak be van ütve a kis buksiába, hogy hát nyilvánvalóan ott van a legmelegebb, keresd a meleget, a másik dolog meg a szőrök abba az irányba mutatnak. Tehát szőr mentén menjél komám, és megtalálod a tőgybimbót. Na, ez a szép új világ, ez teljesen rendben van. Henrik Mortensen, Dán Sertésztőnök Egyesületének az elnöke, minden génmódosított már, takarmány mindenhol, Amerikában is. Tehát mi nem termelünk. De ugye az Európai Unió és ugye az Amerikai Egyesült Államok, ez a TTIP, ez a szabad kereskedelmi egyezmény révén, mindent, hogy be kell engedjünk. Tehát az Európai Unió nem akkora gazember, mint mi halljuk a médiában, attól sokkal nagyobb. Ezért. Tehát gyakorlatilag, és mit mond? Naponta megszületett 100 000 malacból több mint 40 000 malac pusztul el. Hát Dánia a legjobb sertéstenye, nem én hülye magyarok? Nem. És akkor ugye milyen mentális problémákat okoz, meg etikai, meg állatjóleti problémákat okoz ez már? Ez érdekes. És akkor itt van Seattle, a Duwamish indiánoknak a főnöke, aki megmondta 150 évvel ezelőtt az amerikai fehér embernek, hogy a föld nem az emberé, az ember a földé. Amit ma az állatokkal történik, nem sokára az emberekkel is megtörténik majd, minden összetartozik, ami a baj a földet éri, utolér a föld fiait is. Én nem szoktam mellé beszélni, Vízoli Ervek mondta, ugye, Károlyi Mihály, hát, hogy majd azok az amerikaiak, majd itt aztán mindent olyan szépen. A Vízoli Ervek szerint hány millió indiánt írtottak ki előtte 100 évvel? 70 milliót. Ragyogó Vízoli Ervek ezek, hát mi is kaptunk ezekből. No. Nem találkoztam még a dr. Molnár Mária Judittal, a Szemművész Egyetemnek a professzora, ritka betegségek, és ő azt mondja, hogy a mitokondriális beteg gyerekek, ugye 30-40% gyerekkorban jelentkezik, méghozzá súlyos formában, gyerekek az első születésnapjukat sem élik meg, tehát klinikai körülmények között nem tudják életbe tartani. Sejtszervezség hibás működése örökletes, de egyre gyakoribbak, tehát ez, hogy minden genetikai probléma, hagyjuk már ezt. Akkor ezelőtt 3 generációval miért nem volt? Autizmus nem genetikai probléma, akárhogy mondja a Kossuth Rádió, azért, mert 1970-ben minden 10 000. Gyerek volt Amerikában autista, 90-ben minden 1 000. Napjainkban minden 27. És akkor eltelt azóta 2 generáció. Ugyan már. Na, tehát egyre gyakoribbak a környezeti tényezők. Bizonyos gyógyszerek, bizonyos B-baktériumok jelenléte, UV-fény, meg stb. Nem. Nem is nem. Lizin-arginin antagonizmus és a glifozátnak a citokrom P450 enzim termelő. Csináljuk meg, csináljuk meg. Amit én takarmányozok kocát, az nem lesz PFTS-szindrómás malac. Ha én takarmányozom a kocákat, nem lesznek emlődaganatosak.
és az ipari takarmányt teszik, akkor pedig 10%-ban emlődaganatosak a kocák, akkor, ha még működő nemi ciklusom, az védi azért. Az agyról már itt beszéltem. Hát itt gyakorlatilag itt a tissue demag, tehát ez gyakorlatilag a szöveti sérülés, és gyakorlatilag a kanszer, ugye az a daganatos problémák, ugye az Alzheimer-kor, illetve hát ugye a Parkinson-korban is jelen van. Azért használok külföldi ábrákat, meg másnak az ábráit, hogy nem én találom ki, én csak megtalálom, mert Kölcsey szerint jókat olvasok. Összefoglalva, szoros kapcsolat van a mitokondrium működésének sérülése, az öregedés, kognitív funkciók, Alzheimer-kor, Parkinson-kor, és akkor Warburg effektus, és a daganatos sejtekben mi történik, ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát én természetesen gyógyászként, ha bárki fölhív, első lépés micsoda egy daganatos betegnél? Nulla szénhidrát. Akinek vastagbél daganata volt, mit tegyek, ami jól esik? Nem. Nulla szénhidrát. Fiatal levele zöldség, tehát pektin hemicelóz legyen a bélbe, az kell a bélbe, a tér, nulla szénhidrát. A daganatos sejt csak a cukrot szereti. A daganatos sejtnek ugye a Szentgyőri kepszőre ciklus nem működik, tehát ha megnézzük ezt az ábrát ugye a normális sejtben, a gyakorlatilag ott a Krebs ciklus ugye ott működik, ugye a 34, összesen 36 ATP képződik, és a daganatos sejt, ez a cancer cell, ott pedig csak 2 ATP képződik. És itt jön a csavar. Ugye egy csomó tejsav lesz, hát el fog savasodni a szervezet. Mit csinál a szervezet? Valahova el kell dugni ezt a savat. Mit csinál? Visszaalakítja ez a kori kör, aki ismeri a biokémiát. Igen ám, csak a glikolizis, tehát az első szakasz, az anaerob, ahol nem kell oxigén, ami csak a daganatos, ott csak erjedés van magyarul. Ott 2 ATP képződik, és amikor visszaalakítom glükózzá, akkor 4-et kér. Energetikailag negatív. Tehát amikor nem, tehát, és mi a lényeg? A szervezet az ragyogóan megvan a cukor nélkül. Tehát a Szentgyörgyi Krebs-féle ciklusban ezek a zsírsavak, ketontestek be tudnak lépni. De a daganatos egy nem tud élni. Nem tud élni. És ugye gyakorlatilag agynak kell valamennyi glükóz, az pedig megcsinálja a ketontestekből gond nélkül a szervezet, de a daganatos sejt azt mondja, az agytól nem veszem el, akkor rögtön meghal ez a szerencsétlen, már bocsánat, hogy így mondom, ez a beteg ember, és akkor én sem fogok élni. Tehát ennek vannak érdekes dolgai, hogy mit kéne csinálni, eleve. Tehát az nem jó nekünk, ha magas a vércukorszint. Na, nézzük meg azt, hogy az Alzheimer-kór és a glifozát összefüggése Amerikában. Tehát az elmúlt 30 évben, 96-ban engedélyezte Ronald Reagan, ragyogó western színész volt, értett azért a Kinodenin útvonalhoz, meg a Sikimisav útvonalhoz. És mi a probléma? Az, hogy hát van miből finanszírozni Ukrajnába a háborút, mert a Monsanto meg a Cargill van mögötte, mert ott fogják nekünk majd megcsinálni a műhúst, a Bill Gates-el az élen. Na most, tehát ugye gyakorlatilag az elmúlt 28 év, 27 év alatt 0,1 mg volt a glifozát, amit engedélyeztek. És közben kiderült, hogy folyamatosan nő. Európában 20 a határ, Amerikában már 40. 400 szorosa. Ez érdekes azért, aki biokémiai fogja, 1 vagy 400, van 1 millió vagy 400 millió, nem mindegy. Na most következő a helyzet. A dánok folyamatosan vizsgálják, és 4 mintából 3-ban már Európában is magasabb, mint 20. Ami alacsonyabb, azt megveszik ők, ami magasabb, azt megkapjuk mi. Tehát gyakorlatilag, és ha most kiállnánk az Európai Unióval szembe, hogy már megint mi baja van a magyaroknak? Hát az a bajom, hogy gazemberek vagytok, semmi más bajom nincsen. Egytől egyik. Itt van ez az autizmus. Na most ez nagyon, tehát nagyon érdekes, hogy belenyúlunk a teremtésnek a rendjébe, és ez a kettő, ez a lizin meg a glifozát együtt hihetetlen dolgokat tudnak művelni. Többek között ugye minden jó bélbaktériumot megölnek. Minden jót, a rosszakat meg nem bántják. Tehát hihetetlen, évente kb. 40 ezer ember hal meg a kórházakba antibiotikumos kezelés után Clostridium difficile fertőzésben, keressenek rá. Én tudom a megoldást. Mert nekünk van egy készítményünk,
és nagyon sok öregembert megmentett már, meg nem is öreget, hogy gyakorlatilag aki ott fölismeri, hogy melyik a rossz B-baktérium, azt gátolja a szaporodását, vagy meg is öli, a jókat meg nem bántja. Ilyen antibiotikum nincs. És hogy miért pont ez a Clostridium difficile szelektálódik ki a glifozáton, egy dolog miatt, mert spórás. Ez az egy tulajdonság, csak nagyon durva a toxinokat termel. Tehát olyan elhalásos bégyulladások vannak a malacoknál, kiveszünk a génmódosított szóját, tuti elmúlik minden. Regéket tudnék róla mesélni, akkor behozhatom a sertés példát ide? Hogy ne hozhatnám be? Csak akkor majd azt is természetgyógyászként, de mit egyél, mit ne egyél, és akkor köszönöm szépen. A mikrobiom az általában problémás, az így szokott lenni. Hát ezek a vállalatok, akik ugye 1,5 millió tonna, tehát 1500 kilométer hosszú az a kamionsor, ami a glifozát hatóanyagot szállítja, mint ide Amsterdam. Katasztrófa. Így növekszik ezek a dolgok, ezt már elmondtam, hál' Istennek. Mennyi Magyarországon a talajoknak a glifozát tartalma? A talajvizeknek 0,98, Egyesült Államokban 700. Természetgyógyászként most volt nálam 10 évig élt egy fiatal hölgy, nagyon-nagyon rossz állapotban van. Na most ugye, itt többségében hölgyek vannak, nézzük meg Argentina tampon. 85%-ban ott van a glifozát, a hüvely keringése az alsó vénába megy, ez a toxikus sok nevezetű probléma, Amerikában sok fiatal lánynak levágják a lábát emiatt, és akkor nem nagyon tudom, mitől van az én problémám, hát a glifozátos tamponttól van a te problémád, mindenben benne van. Hát különböző mennyiségben ez az AMPA, ez egy derivátuma, tehát egy bomlástermék, ami még veszélyesebb, mint a glifozát. Magyarországon is 30%-a ott van. Aztán, hogy az őzek, szarvasok, agancsa miért lesz Békés megyében nyomorék, azért, mert talajvizet isznak, a kollagén az glicinprolin, hidroxiprolin, a glicin helyére beül a glifozát, 30% az őzeknek, a szarvasoknak. Tetszenek érteni? A glifozát, a glicin így hasonlít, tehát a glicin hasonlít rá, egyértelmű. Tehát amikor van 12 mg körüli a szójába, akkor a sertés szívbe is van 12, mert az izmokban nagyon sokat ott vannak. Tehát akár a kollagénban, vagy az izomban, és mondjuk a kardiológus főorvos barátom is jött az előadásomra, és akkor, mert nem értette, miért van ennyi probléma. Ez a citokrom P450 enzim, ami tele van glicinnel, glicin analóg a glifozát. Na most, ez egy nagyon érdekes történet. Tehát ez az összes hormonunk, a minerál, szexuális, a glikokortikoidok, hormonok, ezeket mind a citokrom P450 enzim rendszer hozza létre. És ki van merülve a mellékvesém? Nincsen kimerülve. Csak glifozátos csirkét eszel, barátom. Na most, ugye ez egy nagyon érdekes történet, hogy a fejlett világban van 600 millió kismalac, 3 hónapos fiatal, tehát ilyen 14-15 éves gyerekkornak megfelelő malacoknak, mindegyiknek csontritkulása van. 6-8-szor annyi kolekálciferolt kap, mint amennyi az igénye. Kálciumfoszfor be van állítva, nem össze-vissza eszik, mint a nagymama, mert azért van neki csontritkulása. Plusz ott még használnak egy fitáz enzimet, az adalékos kenyérben meg nem tesznek, akkor minek nem teszel, ha sertésnek kell fitáz enzim, hogy a fitátokból kijön a kálciumfoszfor, kovászos kenyérben nem kell, mert ott a gombák megtermelik a fitáz enzimet. Miért van? Azért a génmódosított szóján ez a rendszer már nem működik. És akkor mit kell csinálni? A fekete pontokból kell törölni, és akkor mellékvese ugyanaz a probléma. Hát ezt az autista gyereket már nem tudom végigmondani, hogy tehát gyakorlatilag ez a bizonyíték arra, hogy a Szentgyörgyi Kebszélő ciklusban belépő tejsav az nagyon magas, a kilépő borostyán külsav meg tizede, tehát nem működik az autizm, a Szentgyörgyi Kebszélő ciklus az autista gyerekbe. És itt jönnek a szabad aminósavak. Na most ezt orvosi élettankönyv fehérje, hogy emésztődik. Hát ezt nem olvassák el ezek a nagyon okos tudósok? És akkor hogyan történik az emésztés? Nincs szabad aminósav a bélbe, tudomásul kell venni. Nincs. Ebben nem tudok belemenni sajtos, és itt van Harold Harper,
ő, aki 32 kiadást megélt biokémikus, 12 nyelven, lizin arginin antagonizmus kialakul, ha az élelmiszerekben hozzáadott szabad aminosav helyett, ugye, ha szabad aminosav lizint használnak. Ott van, és a múltat végképp eltörni, rabszolgad, indulj velünk, annak idején énekelték az elvtársak, a mostani elvtársak, ezek már a diplomás kommunisták, ugye gyakorlatilag ezek most már a multinacionális cégek. Szabad aminosavban így néz ki a sertés. És nézzék meg, ugyanaz a sertéstelep, ott hagytam a dátumot. Amikor kivettük a szabad aminosat, úgy néz ki. Akkor a, nem akarom mondani a professzort, mert a név az ismerős máshonnan, amikor 2003-ban leírt egy sertés, szabad aminosavban 30 kiló fölfölött fölnevelhető. Hát ez gazemberség, bocsánatot kérek. Vazodilatáció, az év molekulája, magas a vérnyomásod, azért, mert eszed a chipset, komám, és gyakorlatilag ezért ugye nem tud dilatálni a vérér, mert ott az argininből képződik meg a nitrogénmonoxid. És akkor jönnek a piros pontosok, ezt nagyon szeretem. Akkor adjunk neki nitrogénmonoxidot, hát akkor valamit adnunk el neki, hát nem az, hogy fekete pontokba törő, azon meghalsz, komám, mert olyan pici mennyiségben mérgező, legfeljebb, ha elmész a mofetába, és a gatyába mész be, a lábon keresztül felszívódik, és akkor hát a mama lát valamit, mikor hazamegy a papa. Mindegy. Tehát következő dolog, azért, mert a bőrön keresztül felszívódik, de mérgező. Tehát a nitrogénmonoxid pedig gyakorlatilag az argininből képződik meg, és ugye a nitrogénmonoxidnak milyen szerepe van a szervezetben? Hihetetlen. A sejtes immunitás nem működik. Nem működik a sejtes immunitás. Testépítő gyereknek, megmondtam, leukémia előtti állapotban van a véreredménye alapján. Azért, mert makrofág proliferálás van, mert nem működik a sejtes immunitásnak katonája, mert nincsen lőszere, a lőszer a nitrogénmonoxid, ezért állandóan képzi, mert hát a következő már jó lesz. Nem lesz. Nem lesz jó, ha a lizin-arginin antagonizmus hatás alatt van. És akkor mi történik? A T-sejtes humán leukémiai vírus a makrofágba szaporodik, mert felszaporodik, és amikor az bekerül a limfocitába, megakasztja a blasztos transformációt. Szívesen leülök az immunbiológusokkal beszélgetni, ha kell, azért, mert dr. Csillik Zoltán barátommal ezt végigküzdöttük 2003-ban, és 20 ezer malacsal megmutattuk egy-két cégnek, hogy hogyan kell eltörölni a fekete pontot. Tehát gyakorlatilag a citokin vihar az a sejtes immunitás működésének hiányában van. Nem kell stimulálni az immunrendszer. Tudja a dolgát, a szoftver az jó, a jóisten az jól csinált mindent. Csak nem kell elrontani, nem kell elrontani, ki kell szolgálni az immunrendszert. És aztán, hogy a vérlemezkék milyen állapotban rögképződés, stb., megint nitrogénmonoxid képződés, kor előre haladtával csökken, erre szoktam mondani egy poén, de itt nem mondom el. És akkor itt van a nitrogénmonoxid, és akkor, mikor teszik nekünk a lizint, édes jó Istenem, ti hol jártatok iskolában, meg Harold Harper mit mondott? Most kapott egy egyetem, nagyon nagy pénzt, mert nagyon egészséges trapista sajtot csináltak. A süngomba az tökéletes, az a nincs baj, csak lizint tesznek mellé. Hát menjetek innen a sertéstelepre, azt nézzétek meg, hogy néz ki a malacoknak a fülvége, meg a farokvége, azért, mert a vazodilatáció nem működik. De hát ezek tudós emberek, én meg csak ilyen gumicsizmás vagyok, hát ezek mind-mind itt vannak, ezek a bizonyítékok, hogy miket használnak. És ugye, jaj, lizint szedek, mert most én nagyon jól akarok kinézni, tehát minden. Tehát a lányoknak úgy tetszeni akarok. Hát figyelj, 1600 mg lizinre van szükséged, 3500 van 10 deka marhahúsba. Szabad aminosavat teszik 1000-rel, hát ugye a chipsben meg van 968. Többet, egy chipszel többet vesz fel valaki, mint egy sertés. Katasztrófa. Na, akkor már csak szerintem másodpercek vannak. Vese problémát gerjeszt ezérrel, erről tudnék mesélni. Megint ugye Béki tanár urat, egy természetgyógyász tanfolyamon jött egy budapesti nagykórház nefrológusa, és mondta, hogy Karcsi, mutatkozzá be, a nefrológus professzor úr, meg jó barátságban vagyunk, azt mondja, nem kell, Laci, Karcsitól tudom, mi rontja el a vesét. És van vese probléma sajnos ezerrel. Ugye őrültség más, ha mindent ugyanúgy teszünk újra-újra, és várjuk, hogy más eredmény legyen, mondta ugye Einstein, és ugye pedig hát ő Nobel-díjas volt, és akkor Szent Györgyi Albert imájával befejezzük. Uram, e drága bolygót adtad nekünk lakóhelyű, rejtett titkos kincsekkel tele, képessé tettél művedet megérteni.
Uram, legyünk társak az alkotásba, dolgozzunk tovább művegnyomán, hogy bolygónk a bőség és a boldogság erős otthona legyen. Na most nem az Úrral együtt munkálkodunk, mert 90-ben a holland megkérdezte tőlem, hogy miért tartjuk a sertést. Én mondtam, a húsáért meg a bőrért, nem azt, hogy a profitért. Na most a profittal meg vannak gondok azért. Tehát köszönöm szépen a figyelmet, ettől sokkal több minden van. Hihetetlen anyag van nekem a birtokomba, mert hát ugye már azért megőszültem, és azért 74-ben voltam legelőször nagyüzemi sertéstelepen, és ameddig ez a globális takarmányipar be nem tette ide a lábát, addig nem volt csontritkulása a sertésnek, pedig akkor se volt többet a napon egy nagyüzemi sertés. Úgyhogy innen jön a tudás, és ez egy nagyon megalapozott, úgy gondolom. És a másik nagyon fontos dolog, hogy föl szeretném hívni a saját generációmnak a felelősségét, hogy jobb lenne már jó útra térni, ahogy Laci bátyánk mondta, mert ha nem térünk jó útra, nagyon nagy problémák lesznek. Köszönöm a figyelmet!